Sziasztok, Kukucs! Újra itt vagyok, ahogy ígértem. És ez most sok szempontból egy rendhagyó videó lesz, ugyanis rengeteg fotót és néhány videót szeretnék veletek megosztani az izraeli kalandozásainkkal kapcsolatosan, tehát abból egy kis összefoglaló gyakorlatilag. És hogy miért így teszem? Elsősorban azért, mert sokkal izgalmasabbnak és érdekesebbnek gondoltam ezeket annál, mint sem, hogy mondjuk néhány fürdőruhás fotóval elintézzem azt a közösségi portálok bármelyikén, úgyhogy szerintem azoknak, akik valóban szeretnék megnézni, hogy mi mit tapasztaltunk és mi mit láttunk Izraelben, és egy kicsit velünk szeretnének, már hogy Rihárddal meg velem szeretnének egy kicsit örülni, azok bátor szívvel tartsanak most velem. Nem ígérem, hogy rövid leszek, úgyhogy bele is vágok a közepébe, vagy a lecsóba pestélyesen. Hát igen, ez nagyon érdekes felvétel, ez itt a repülőtéren készült. A mosoly őszintének tűnik az arcomon, mert legalább a nap felkelte nagyon szép, de akik ismernek, pontosan tudják, hogy rettegek a repüléstől, úgyhogy hetekkel ezelőtt, tehát a nyaralás kezdete előtt engem össze kell tákolni. Hát itt a kocka el volt vetve, kigördültünk ugyebár a kifutó pályáról, és 3,5 óra helyett 2:40 alatt teljesítettük a távot, szerencsésen hátszelünk volt, úgyhogy jól imádkoztam. Itt tényleg az érkezésünket megelőző perceket láthatjátok, itt már megnyugodtam, el se hittem, hogy tényleg Tel Avivot látom, és perceken belül leszállunk, és hát a megkönnyebbült, üdvözült mosoly az arcomon, hogy végre megérkeztünk. Aztán mivel csak délután foglalhattuk el a szállást, ezért lesétáltunk a tengerparthoz, és hát itt mondjuk mondhatjuk a tengerpart helyett az útra összeállított szettjeim első darabét láthatjátok. Ha jól viselkedtek, akkor megmutatom az összes többit is, hiszen óriási dilemma volt, hogy hogyan fér el Madár Veronika egy darab kabin méretű bőrönbe, de erről majd később. Megpillantottuk, hogy vannak nyilvános öltözők, van zuhany is, úgyhogy tulajdonképpen bevetettük magunkat a habok közé, miután előturkáltuk a kis bőröngyeinkből vagy csomagjainkból a fürdőruhákat. Itt az egyik nagyon híres Tel Avivi strandot láthatjátok, rengeteg van egymás mellett. Igen, nagy hullámok voltak már így az első napon is, de még azért szerencsénk volt, mert meg tudtunk mártózni, tudtunk strandolni, fürödni, de a következő napokban már szinte mindenhol kín volt a piros zászló a hullámzások miatt. Hát itt mondhatnám, hogy a szokásos Madár Veronikás pózolást látjátok, és hát a nem strandoltok jobban, mint mi, maradjunk ennyiben. Egy kis kávécska, egy kis felfrissülés, egy kellemes terasz, és már szerencsésen vissza tudtunk bandukolni a szállásunkig, amit el is foglaltunk, kipakoltunk, felfrissültünk ott is, és gyakorlatilag bevetettük magunkat a mi kis mikrokörnyezetünkbe, tehát feltérképeztük a terepet, és nyilván nagyon éhesek voltunk, úgyhogy megpróbáltunk keresni valami finom helyi ételt. Természetesen itt a jobb kis kockában láthatjátok, hogy rögtön megtaláltam az első kóbor cicát, aki az utamba sodródott, nagyon-nagyon kedves volt, nagyon édes volt, rengeteg helyes macska van Izraelben is. Az első szimpatikusnak ítélt étteremben leültünk, nyilván ki a teraszra, nekiálltunk csemegézni, itt jegyzem meg, hogy a Jeruzsálem Grill Mix az mennyei volt, tehát pont az ízek utcájában érezhettük magunkat, és beszélgettünk békésen, de tulajdonképpen ilyen 15-20 perc leforgás alatt egy hatalmas banzáj közepén találtuk magunkat, mert kiderült, hogy a mostanában szinte folyamatos tüntetések egyik fő gyülekező központja, az a tőlünk pár sarokra lévő kis téren indult, tehát ez volt az origó, és innen indultak el a tüntetők. Tehát mire mi észbe kaptunk, már gyakorlatilag ez vett bennünket körül. Azt el kell, hogy mondjam nektek, hogy tényleg ez egy erőszakmentes tüntetésnek látszódott, békésnek tűnt a tömeg, mi nem éreztük magunkat veszélyben, csak nagyon meglepődtünk, mert addig az a környezet teljesen nyugis volt, és hát hirtelen egy ilyen dzsámbori. Most elnézést kérek, mert ezért tüntetés dzsámborinak nevezni nem lehet, de hogy ez volt pár percen belül körülöttünk, azért ez meglepő volt. Szerintem biztos, hogy benne voltunk az izraeli TV híreiben is, mert voltak én televíziós kamerák, úgyhogy vettek bennünket, hogy ezek vajon itt kik. Ezek a képsorok pedig már az első napunkon, a szállásunkon készültek reggel, és a kis csapatunk összepakolt, hogy akkor bevesszük Tel Aviv óvárosát, Jaffát is, gyakorlatilag feltérképezzük Jaffát, de útközben még beugrottunk egy közeli helyre, ami nem más, mint a Sarona Market volt, ahol rengeteg étterem, büfé, meg élelmiszerbolt van egy helyen, és
itt jegyzem meg, tényleg érdekesség, hogy Izraelben szinte minden plázában vagy piacon rengeteg fegyveres biztonsági őr van a bejáratoknál, tehát úgy lehet bemenni, hogy fémkeresőkapunkon keresztül áthalad az ember, és a táskákat is mindig átnézik, de legalább az ember így biztonságban érzi magát. És szinte az összes boltra jellemző, hogy óriási választék van. Tehát elképesztő választék van gyümölcsökből is, meg zöldségekből is. Hát ez ennek is egy kis szerény példázata. Muszáj volt, hogy megmutassam nektek, de mondom, ez nem csak a Saronára, hanem az összes boltra jellemző, úgyhogy én sem bírtam ellenállni a csábításnak, úgyhogy feltérképeztem. És hát itt már azért megindultunk Jaffa felé, tehát Tel Aviv óvárosa felé. Az épületeket már látjátok a háttérben, és hát a strand irányából vettük be az óvárost, és azt is láthatjátok, hogy gyakorlatilag két kézzel hegeztem a fejemre a kalapomat, mert óriási szél volt, tehát itt már tényleg piros zászló volt kint szinte az összes strandon, de ennek a szörfösök örültek, mert Tel Aviv a szörfösök paradicsoma is. Ez néhány jópofa fotó a kikötőből, háttérben a modern Tel Avivval, és ha megnézitek középen a képet, ez olyan, mintha egy képes lapra lenne már eleve ráfotózva valaki. Ilyen installációk amúgy rengeteg helyen megtalálhatók Izraelben. Közben egy kis macska purpárlé van a háttérben. Na, itt már jobban is látszik, egy kicsit nagyobban is, hogy az összes strand gyakorlatilag a szemünk előtt van, végig a tengerpart. Hihetetlen szép kávézók, éttermek, teraszok, hotelek vannak, és rengeteg híres kék zászlós strandja van Tel Avivnak. Valóban lenyűgöző a látvány. Az Androméda szikla volt Jaffában az első hely, ahol megálltunk. Nem megyek bele most a görög mitológiába, házi feladat, nézzetek utána. Engem gyakorlatilag Richard mentett meg, ha nem is a lekötözéstől, de mondjuk attól, hogy ne pózoljak tovább ezen a sziklán, mondjuk engem nem is akartak föláldozni a haragvó Poszeidonnak, de ugorjunk. És ez már tényleg egy óvárosi, kicsit ódon hangulat, ez az Old Jaffa, vagy ahogy a helyiek mondják, Jafó, tehát tényleg a mesebeli óváros, és hát a kívánságok hídja. Ez az a hely, ahol tulajdonképpen hosszú-hosszú ideig itt léphettek először a Szentföldre a nyugati irányokból érkező zarándokok, és hogyha valaki átsétál ezen a hídon és kíván valamit, akkor a legenda úgy tartja, hogy a kívánsága valóra válik. Nekem az a kívánságom vált valóra, hogy múkodj, mert itt az Uri Geller Múzeum előtti szobornál kénytelen voltam megállni, és megnézni ezt a kis hajlított kanalat. Jaj, nagyon szeretem az édességet, tényleg édes szájú is vagyok, de ezt a kunáfét vagy knáfét még nagyon sok más formában is ejtik, nem tudtam megunni. Ez tényleg egy szuper édesség, és ez egy magyar cérna metélthez hasonló tésztába van belesütve, kecskesaj, datolyaméz, a tetejé jégkrém, és ezt szenes grillen sütik frissen adagonként, az arabok általában kardamommal szórják, meg a zsidóknál pedig az őrölt pisztácia dobja föl. Most ez tényleg olybá tűnik, hogy mi Izraelben tulajdonképpen enni jártunk, de tényleg nincs így, viszont ez már a jaffai kirándulásunknak a legvége. Hát olyan helyeken és utcákon barangoltunk, hogy inkább hagyjuk, tehát nem nagyon bíztunk abban, hogy még normális kaját is fogunk enni aznap este, de valóban kellemesen csalódtunk, és alig tudtunk fölkelni, a kipukkadás határán voltunk. Ez pedig már egy következő nap reggel, amikor az autópályáról először megpillantottuk Jeruzsálemet. Tényleg tele volt a szívünk izgalommal, mert már nagyon-nagyon vártuk ezt a napot. Jeruzsálem keleti részén ebből a kilátópontból már a júdeai sivatag kezdete látható. Ugye a júdeai sivatagot azért nagyon sokan ismerjük, ezt sem fogom elmesélni nektek, szintén egy házi feladat, de Krisztushoz is köthető, hiszen 40 napig itt böjtölt, mielőtt a tanítói tevékenységébe belekezdett, vagy ugye a Biblia szerint itt kísértette meg a sátán. És érdekes élmény, hogy autózás közben egy olyan 100-150 kilométeren belül három különböző éghajlat is váltogatja egymást, hiszen Tel Aviv mediterrán, Jeruzsálem kontinentális, és a Holdtenger környéke pedig sivatagi. Ez pedig már az Olajfák hegye, szintén egy nagyon-nagyon híres történelmi és bibliai helyszín is, remekül látni Jeruzsálem meseszép óvárosát. Hihetetlenül élveztük a kilátást és ezt a pillanatot, amikor végre ott lehettünk.
És hát a teljes panorámát ezzel a videóval tudnám megmutatni nektek, amit ugye fentről készítettünk. Amit alattunk láttok, az nem más, mint az egyik legrégebbi zsidó temető. Presztízs itt temetkezni, hiszen az Ószövetség szerint is innen indul majd a megváltás. Az Új Szövetség szerint az Olajfák hegyéről ment föl Krisztus a mennyekbe, tehát ez mindenképpen egy nagyon fontos helyszín. Itt a kísérőnkkel egy kis rövid történelmi visszatekintést csináltunk, olvastam ide passzoló jeleneteket vagy részeket a Bibliából, a Getsemáne kertet is lehet látni a közbülső fotón, ugye az is nagyon híres, ha máshol nem emlékeztek rá, de itt fogták el Krisztust. És hát tulajdonképpen, ahogy az Olajfák hegyét elhagytuk, ez Jeruzsálem óvárosának egy másik oldala, tehát ugye egy másik irányból próbáltuk megközelíteni utána az óvárost. A Teddy Parkot is láthatjátok, illetve a Teddy Parknak a bejáratánál található nagyon izgalmas installációt, ami a világot szimbolizálja, és az ősi zsidó hagyományok szerint egy négylevelű lóheréből nő ki gyakorlatilag a glóbusz, és be lehet menni ebbe a földgömbbe, és lehet ott fotózkodni. Hihetetlen fény játéka van ennek az egésznek, és nagyon különleges, amúgy egy régi polgármesterükről lett elnevezve a park. És végre megérkeztünk az óvároshoz, amit valóban nagyon vártunk, és ez nem más, mint a Jaffa kapu. 7 kapun lehet bejutni Izraelbe jelen pillanatban, 8 volt régen, ezen vonult be Krisztus is, de ezt befalaszták, és azt mondták, hogy legközelebb csak a megváltó mehet be rajta újra. A Jaffa kapu nagyon különleges, ez ketté lett vágva, mert egy német császárnak kellett a hely, amikor oda látogatott, úgyhogy mi a Jaffa kapun keresztül jutottunk be az óvárosba, és hát természetesen a siratófal sem maradhatott ki. Itt tulajdonképpen a siratófalhoz vezető lépcsősort láthatjátok, háttérben ott mögöttünk van a nagymecset, és itt is egy szigorú biztonsági ellenőrzés előzte azt meg, hogy egyáltalán lemehettünk a siratófalhoz, vagy ahogy másként nevezik, a nyugati fal. Ez nem más, mint Salamon templomának, az első templomnak gyakorlatilag az utolsó megmaradt kis része. A zsidók ugye nem mehetnek át a másik oldalra, a templomhegyre, azaz átmehetnek, de vallásos tevékenységet nem folytathatnak, tehát vallásgyakorlás szempontjából ez a zsidók számára a lehető legszentebb hozzáférhető hely. Döbbenetes érzés volt tényleg ott lenni és személyesen megtapasztalni a helynek a varázsát, ezt az ősi történelmet, és hogy a barátnőmmel megérintettük a falat, szinte éreztük, ahogy lüktet a fal a kezeink alatt. Itt azért külön vannak szedve a hölgyek és az urak, tehát el vagyunk szeparálva. Mi lányos szakaszban voltunk, nyilván Richardék a fiús szakaszban. Ezt a pici videó részletet azért tettem bele, mert egy óriási kontraszt, hogy gyakorlatilag kettőt lépve, hármat fordulva a siratófaltól már egy müezzin énekel. Tehát tényleg a három nagy monoteista világvallásnak a szentélye Jeruzsálem. Itt pedig már ugye a Via Dolorosa látható, tehát a fájdalmak útja, a fájdalmas út, és ennek néhány stációját mutatom csak meg nektek ezeken a fotókon. Nyilván Veronika kendője számomra nagyon fontos stáció, hiszen itt adta oda a 6. megállónál, stációnál Veronika a kendőjét Krisztusnak, amiben letörölte az arcát. Az 5. is egy érdekes és nagyon-nagyon fontos stáció, ahol Simon átvette a keresztet, és a Biblia szerint Krisztus fáradtan megtámaszkodott ennél a falnál. Úgyhogy az egész Via Dolorosa csodálatos. Én azt gondolom, hogy ezt egyszer tényleg akár életben, akár videón keresztül muszáj mindenkinek végigjárni, és ott élőben megtapasztalni, elmondhatatlan érzés. Tehát ezeket nagyon nehéz, ezeket az emocionális dolgokat verbálisan megfogalmazni, nekem sem fog sikerülni, hiába is próbálkozom. Itt tovább haladtunk, és ez tulajdonképpen nem más, mint a Szent Sír templomnak a hátsó bejárata. Elég filifurán néz ki, de ennek több oka is van. Itt egy pici ismételt történelmi visszatekintést és felolvasást láthattok, és hogy miért néz ki ilyen furcsán, 6 keresztény felekezet, hát birtokolja az erős szó, de a 6 keresztény felekezet fennhatóság alatt van a Szent Sír, és tényleg nem tudnak megegyezni egymás között, úgyhogy inkább úgy döntöttek, hogy akkor senki nem nyúl a másik engedélye nélkül semmihez. Egy kis kápolnán keresztül jutottunk be a Szent Sírhoz, és középen látjátok ugye szemből,
Meg ott van a tetején az örökké elmozdíthatatlan létra is, ami hát több száz éve szintén ott maradt az erkélyen. Hogy az előbb ezt már elkezdtem belengetni, hogy a hat egyház sem tud megegyezni egymással, hogy ki mihez nyúlhat, ezért ez a létra is ott maradt. A képnek a jobb szélén pedig a Krisztus bebalzsamozására használt követ lehet megérinteni, én is megtettem és imádkoztam is mellette. Itt van ez a kő teljes életnagyságban, teljes valójában. És nagyon érdekes, hogy a Szent Sír fölé emelt kis fülke van gyakorlatilag a templomon belül, tehát a templom a templomban lenne. Legalább másfél órát álltunk sorba, hogy bejuthassunk, fantasztikus a kupola része is. Itt már tényleg annyira megérintik az embert lelkileg, és azt kell mondjam, még fizikailag, fizikálisan is megérinti az embert ennek az egész helynek a szellemisége, hogy tényleg a könnyeimet nyeltem. Itt már látjátok, hogy bejutottunk a sírba, az első kis fotón megérintem tulajdonképpen azt a követ, amely lezárták Krisztus sírját, hogy ne tudjanak az illetéktelenek behajolni. Itt a feltételezett nyughelye, ahol ugye a harmadik nap föltámadt, tehát nem találták már ott Mária Magdolnáék a sírban, és ez pedig már amikor kijöttem onnan teljes transz állapotban. Ez pedig a Golgotának a tetején készült, tehát tulajdonképpen itt történt a keresztre feszítés, és a középső képen látszik, hogy megérintem Krisztus keresztjének a helyét. Ez egy pici lyuk, amiben bele is lehet nyúlni, de a két latornak is itt volt a keresztje. Tehát ez volt gyakorlatilag a Golgotának a teteje, a sziklának az egyik darabját is lehet látni, tehát ez egy üveg búra alatt van gyakorlatilag. És hát ez már a jeruzsálemi kirándulásunk, hát azért ez többről szólt, mint kirándulásunk, de ez annak a napnak a vége, amikor is megálltunk egy libanoni étteremben hazafelé, és hát ismét fogyasztottunk néhány jó falatot. Itt jegyzem meg, hogy hihetetlen mennyiségeket adnak az összes étteremben, 12-16 féle salátát, pitát hozzá, az araboknál ugye egy kicsit jobban ki van nyújtva, és szélesebb a pita, a zsidó az egy kicsit pufibb, de azt folyamatosan újra töltik, ahogy elfogy, ahogy a salátákat is. Mennyei, de hát ember legyen a talpán, aki ezt mind végig tudja enni. Ez pedig újra egy következő nap, amikor elindultunk a Holtenger felé, és újra Jeruzsálem mellett haladtunk el. A képen, ahogy látjátok, nem egy lakóövezet vagy egy pláza, hanem ennél sokkal szentebb dolog, méghozzá temetők sorakoznak, mert ezeket most már emeletesre építik. Itt pedig egy palesztin településről látunk egy figyelmeztető táblát az úton, amely azt mondja el nekünk, vagy arra figyelmeztet, hogy izraeli állampolgárként, vagy izraeli rendszámú autóval életveszélyes behajtani erre a területre, úgyhogy mi is megfordultunk, és egy másik úton mentünk tovább. Ez pedig egy illegális zsidó telep volt a palesztin területen, Cisziordániában, és ide csak az izraeli kísérőkkel tudtunk bemenni, de itt is alapos ellenőrzésnek vetettek minket alá, tehát tényleg megnézték a táskáinkat, elkérték az útlevelénket, tehát azért ez nem úgy van, hogy valaki oda besétál, hihetetlen élmény volt. És ez pedig azért egy érdekes és izgalmas fotó, mert itt azt láthatjuk, hogy épp most épül ki egy illegális telep a sivatagban. Ez néhány éven belül valószínűleg egy ilyen kis virágzó oázis lesz szintén. A holdbéli táj, mi csak így hívtuk. Tehát ez Jerikó felé autózva ezt látja az ember a sivatagból, tényleg, mintha egy másik bolygón lennénk, és hát egy szuper kihagyhatatlan ajánlatra bukkantunk tulajdonképpen a sivatagnak a közepén, mert képzeljétek el, ott állt az út szélén egy automobillal egy egyedül ácsorgó árus, aki a saját portékáit próbálta eladni. Hát itt van az egyik ilyen kis decens darab, amit vettem magamnak, ez teve csontból készült, ezt minden áron föl akarta gyújtani nekem egy öngyújtó, vagy bebizonyítsa, hogy tényleg csontból van. Hiába kértem, hogy ezt a kunsztot ne adja elő, nem volt pardon, úgyhogy megmutatta, valóban teve csontból van. És az oázis a hátunk mögött az nem más, mint egy kolostor, egy ortodox kolostor, a Szent György kolostor, lent tényleg, mint hogy egy kis paradicsomi hangulata lenne az egésznek, lenyűgözően szép.
És itt pedig nem a teve és a tevegelő gyermekek a fontosak, bár róluk még azért lesz szó, legalábbis a tevékről biztosan, hanem ez a tengerszintet jelző tábla, innen körülbelül még 400 métert kellett lefelé mennünk, hogy a tengerszint alá érjünk, hiszen ugye most itt már tényleg a holttenger irányában voltunk, hát ebből kijöttem valahogy. Ez az oázis, ez tényleg olyan, hogy az ember hihetetlen, csak a sivatagot látja maga körül, majd puk hirtelen messziről, mint hogy Fata Morgana lenne, tényleg föltűnik egy oázis, és ez tényleg az volt. És itt végre megérkeztünk a Jordán folyóhoz, ahol a Biblia szerint ugye keresztelő Szent János megkeresztelte Krisztust, de ez a Bethany Beyond the Jordan, hiszen ugye keresztelő Szent János a Jordánon túl térített és ott keresztelt. Természetesen mi is megmártóztunk, legalábbis bokáig, térdig a Jordán folyóban. Szintén hihetetlen lélekemelő pillanat volt, nekem nagyon-nagyon sokat jelentett. Azt mondhatnám erre a fontos zsidó történelmi helyről szintén egy kis oázis, mert az előzősz hasonlóan néz ki, tehát a semmiben a sivatag közepén hirtelen egy falakkal körbevett, gyönyörű nagy fákkal, kis kerttel körbevett valami, és ez a hely az, ahol a hagyomány szerint az izraeliták átkeltek a Jordánon, és hol Illés próféta fölment a mennyekbe a mennyei viharban gyakorlatilag. Ez egy görög ortodox templom, nagyon karbantartott, nagyon picike, tényleg egy kicsi ékszerdoboz, de fel lehet menni a tetejére, és gyakorlatilag a teljes környezetet meg lehet figyelni. Itt pedig a tengerszintet jelző táblát látjátok, de nem olyat, mint amit az imént mutattam, hogy innen még több mint 400 méterrel megyünk lejjebb, hogy elérjük a holttengert, hanem körülbelül 100 évvel ezelőtt, ahol most ez a középső tábla van, itt volt még a holttenger szintje. Ezt még akkor az angolok térképezték föl, mert ők csináltak tulajdonképpen először valós konkrét térképet Izraelről, és hát ugye jól látjuk, hogy nem látjuk a képen, hogy most éppen hol van ehhez képest a holttenger szintje. Sajnos apad, de ahogy a kísérőnktől is megtudtuk, ezt igyekeznek folyamatosan földuzzasztani, tehát reményt keltő a helyzet. És talán a fotóról is feltűnik, hogy a fantasztikusan nyugodtnak tűnik a holttenger. Tehát nem cibálja, nem borzolja a szél, mert nagyon sűrű, nagyon olajos, tehát teljes nyugalmában tárult elénk gyakorlatilag. Még mielőtt elértük a holttengert, megálltunk többek között egy kibucnál is. És ez miért fontos? Az Engedi kibuchoz tartozik tulajdonképpen az Ahava. A hölgyek kedvéért, akik esetleg nem ismerik, ez egy elég híres holttengeri kozmetikumokat forgalmazó család, egy gyár, és ez ott van gyakorlatilag az Engedi kibuc mellett a látogatói központ, mert képzeljétek el, hogy az Engedi kibucban fedezték föl, vagy találták ki ezt a márkát, és azóta is ez nagyon szép profitot hoz nekik, de a legtöbb kibucnak van valami olyan találmánya, márkája, ami világszinten híres és sikeres lett, és középen például ott van a Szodoma almája, amit még maga a szerencsétlen teve sem tud megenni, de az Ahava például felhasználja a különböző kencéinek a gyártása közben. Itt is a kibucot láthatjuk egy ilyen kis vidám összkép középen, ugye a kísérünk, nagyon kedves barátaink, akikkel együtt utaztunk, és hát remélem Rihárd is rajta van ezen a képen, de megmondom őszintén, ezzel a szemüveggel nem látom, nem, valószínűleg ezt ő fotózta, hogy nincs a képen Rihárd. Ez az Engedi kibuc, ahol csak néhány ilyen kis pillanatképet fotóztunk méghozzá azért, mert ez egy működő közösség, tehát valóban itt élnek, itt dolgoznak, itt laknak emberek, és ha már voltak ilyen kedvesek és beengedtek magukhoz, nyilvánvaló az ember tiszteletben tartja az ő privát, intim szférájukat, és nem fog olyan helyre befotózni, amihez semmi köze, de ez szerintem egy nagyon helyes felvétel lett. Illetve tényleg a semmi közepén, a kibucnak a szélén van egy kilátó, ami újra ezt a holdbéli tájat mutatja. Ez egy emlékhely is, valami, talán egy meghalt házaspár emlékére építették, de hihetetlen az a csönd, az a nyugalom, hogy az ember itt leül és körülnéz. Talán láthatjátok is ezen a videón, amennyire a videó vissza tudja adni, hogy béke van, nyugalom van, és bár kopárnak és kietlennek tűnik ez a táj, ami körbeveszi ezt a kilátót, de a hátunk mögött pedig egy virágzó oázis van,
és az a csend, az a furcsa csend, az valahogy föltölti és megnyugtatja az embert, én azt gondolom. És az engedi kibuc után végre elérkeztünk a Holttengerhez, amit én legalábbis nagyon-nagyon vártam. Hát ezt a 43-44 Celsius fokot, ami ott fogadott bennünket, azt már kevésbé. Ez az N-Bokek része a Holttengernek. A szállodasor mentén lehet csak bemenni a Holttengerbe, máshol nem ajánlatos, életveszélyes, mert ez a sós, homokos talaj, ez gyakorlatilag beszakad valaki alatt, tehát a szállodasor pedig föl van osztva különböző tengerparti szakaszokra, és még egyszer ez N-Bokek. Nagyon meleg volt a víz, nagyon furcsa, tényleg igaz minden, amit hallottatok róla, hogyha valaki... Bocsánat, megtámadott valami kis rovar, aki esetleg még nem mártózott meg a Holttengerben, tényleg igaz, hogy nem lehet benne elsüllyedni, nem lehet benne úszni, tempózni se, mert az ember csak forog körbe-körbe, mint egy kis bálna vagy fókabébi. De fantasztikus érzés volt, és szerintem komolyan én azt éreztem, hogy ez a pár óra is nagyon-nagyon jót tett a bőrömnek. Nem véletlenül a holttengeri kozmetikumok világhíresek, és a Holttengernek az összetevő is, tizenvalányféle összetevő van, egyedülálló, aki teheti, legalább fürdősót szerezzen be, és egyszer-egyszer mondjuk mártózzon meg benne. Igen, itt már elhagytuk ezt a tengerparti részt, és ez nem más, mint... a Szodoma és Gomorra történetéből ismert sóbálványok gyakorlatilag, hiszen Lótnak a felesége az angyalok figyelmeztetését nem hallgatta meg, megint kijöttem ebből valahogy, nagyon bonyolultnak indult, de kijöttem belőle valahogy, és hátrafordult, tehát sóbálványá változott, illetve a nagyon veszélyes vértevékre emlékeztető táblát is láthatjuk középen. Hát most ezen én nevetgélek, de való igaz, hogy naplemente után nem sokan szeretnek vezetni a sivatagnak ezen szakaszán, mert a teve megijed a lámpáktól, tehát az autóknak a lámpájától, és szegény támadni kényszerül, ami hát nagyon sok kellemetlen percet tud okozni. És ez nem más, mint a Jakob Steinmetz kilátó, amit mi szodomai kilátónak is neveztünk, de azt mondják, hogy amúgy így is szokták hívni, tehát ez a második neve, és innen is, hogyha ha megnézitek, hihetetlen a naplemente, ez a holdbéli táj, vagy marsbéli táj, mint hogyha tényleg egy másik bolygón lennénk, de valahogy azt éreztük mindannyian, hogy megnyugtató és csodálatos, és bármikor szívesen élnénk át újra személyesen is ezeket a pillanatokat és perceket. Itt pedig a naplemente utolsó pillanatai, amikor már elhagyjuk az autópályát, itt a kísérőnk is megnyugodott, hogy nem találkoztunk a vérszomjas tevékkel. Próbáltam összefoglalni ezen a kis térképen érdekesség kedvéért, hogy milyen területet jártunk be aznap, tehát ez volt a teljes útvonalunk. Hát így most utólag megnézve ezt a kis térképet, azért szép nagy kört mentünk. Tulajdonképpen erre a napra relaxálást, lazasságot terveztünk, egy kis sétát, pihenést, hiszen itt már lassan-lassan szedelőzködtünk, hogy elinduljunk haza. A középső fotó, igen, azt muszáj volt nektek megmutatni, mert az első egy-két napban nem tudtuk elképzelni, hogy ez mi lehet, ez a kis ferde valami az ajtófélfán, mert ahol csak jártunk, mindenhol ott volt, aztán kiderült, hogy a bejárat mellé mindenhová be kell tenni a 10 parancsolatot egy ilyen kis tokba, tehát bárhol megszálltok Izraelben, bárhova bementek, betértek az ajtó félfánál, ez ott van. A két szélső fotó meg hát a szállásunknak a teraszát láthatjátok, és nem tudtam megállni, hogy el ne menjek a Bolha piacra, Jaffa, tehát az óvárosba, Jaffára. Hát itt aztán tényleg volt minden, mint a mesében, de pici volt a bőröndöm, úgyhogy nem sok mindent csemegésztem azért ott, csak úgy nézelődtem, ácsorogtam, és amit két jól lakott napköz is, természetesen megint ettünk néhány jó falatot, mi mást, mint 68 féle salátát, és egyéb nyalánkságokat, meg nyásra fűzött húst, és a kis Samu is próbált nekünk segíteni, nem őrültem meg, édesanyámtól kapott kabalát is elvittem a kis Samukát, egy kis elefántot, úgyhogy viccesen megmutatom nektek, hogy nem én voltam tisztelt bíróság, minden egyes falatot Samu csemegézett be, újra knaffe vagy kunaffe,
ugyanolyan jó volt, mint akármelyik másik nap, és az tényleg nagyon hiányzik szintén. Mennyi jó, lehet, hogy megcsinál, mit mond a férjem, hevesen tiltakozik, hogy inkább ne, ha jót akarok neki, ne álljak ennek neki. És hát természetesen nem tudtam magam meghazudtolni, úgyhogy bementem egy parfüm manufaktúrába az óvárosba, itt is szimatoltam, hihetetlenül érdekes volt, és nagyon kedvesen fogadtak itt is, ahol bárhol, tehát tényleg bárhol betértünk, mindenhol úgy fogadtak, mint hogyha ezer éves barátok lennénk, vagy akár régi ismerősök, rokonok. Tulajdonképpen a gép indulása előtt hát hosszú-hosszú órákat töltöttünk a reptéren, mert a gép az több mint 3 órát késett, úgyhogy újból ennünk kellett néhány jó falatot, és hát a kóser mekit kipróbáltuk. Hát eddig sem voltunk annyira gyors éttermek rajongói, és ezt a gondolatmenetet itt nem is folytatom. Illetve szintén azért tettem még középre ezt az érdekes képet, mert képzeljétek el, hogy a modern építészetben, és a modern alatt azt értem, az elmúlt években újonnan épített házakon és lakásokon láthattok ilyen furcsa ablakot, ugyanis ez most egy követelmény, hogy kell egyetlen egy olyan szobát, mondjuk egy pánikszobát építeni, ahol egy esetleges támadást túlvészelnek azok, akik ide bezárkóznak és bemenekülnek, úgyhogy ez egy új építésű ház, és már ott van ezen is a pánikszoba, de a kísérőnk is azt mondta, hogy nekik is ott van a házukban. És ezek már tényleg a hazaérkezésnek, hát ez nem az első pillanata, az elindulásnak az első pillanatai, tehát megvan Tel Aviv reggeli pompájában az érkezésünknél, és ez a felszállás utáni néhány perc, amikor az éjszakai kivilágított, nagyon modern és nyüzsgő város is láthatjuk, hiszen Tel Avivről azt még érdemes tudni, hogy egy rendkívül színes, pezsgő, nyüzsgő város, azért is mondják, hogy amíg Jeruzsálem imádkozik, addig Tel Aviv mulat, táncol. Hát hogy most mennyire mulat és táncol Tel Aviv, azt én nem tudnám megmondani, de hát ami késik, az múlik, ezt én szoktam mondani, úgyhogy szerintem nagyon sok olyan dolog és olyan város, olyan történelmi emlék maradt ki, amit pótolnunk kell. Remélem, hogy ti is legalább annyira élveztétek ezt a kis rövid betekintést a néhány napunkba, vagy az izraeli kalandjainkba, mint amennyire mi élveztük Richarddal és a barátainkkal is. Örülök, hogy velem tartottatok. Hogyha esetleg jártatok már Izraelben, akkor írjátok meg kommentben, hogy mi volt, ami a leginkább a szívetekhez közel állt, akár egy esemény, akár egy élmény, akár egy emlékmű, vagy bármi más. Vagy ha van kérdésetek akár ezzel kapcsolatban is, azt is várom szeretettel kommentben. Na jó, lekeverem magam. A következő találkozásunkig is vigyázzatok nagyon magatokra és egymásra is. Aki esetleg nem tette volna meg még, az most nyomhat egy lájkot, vagy ha ezt is elfelejtette volna, akkor feliratkozhat most a csatornámra. Millió csók, ölelke és piszi-puszi.